A Valentin nap angol száz gyökerekkel rendelkezik. Az ünnep Magyarországon a 90-es évektől vált népszerűvé. Az alkalom kapcsán legtöbben a szerelmes párokra gondolnak, azonban vannak, akik a családtagjaiknak, gyermekeiknek is készülnek ajándékokkal. Hát, ha lehetséges, akkor valami édesség, sütemény, vagy egy kis rajz, kis szívecskék ugyanúgy kitenni az asztalra. És akkor ennyi, megünnepeljük egy kicsit azt a napot, hát azt, hogy nem is a napot magát, hanem ezt a felfogást. A szokás szerint általában a férfiak lepik meg a nőket, azonban az erősebb nem képviselői közül is többen szívesen fogadnak ajándékokat. Szerintem úgy volna jogos kölcsönösen megajándékozni egymást, mint legalábbis úgy szoktuk. Sok virágárus számára ez az időszak megnövekedett forgalmat jelent. A legkelendőbb termékeknek ilyenkor többek között a rózsa, tulipán, narcisz vagy a jácint számítanak. Egyébként amúgy is szoktunk, de én most jelenleg nem várom a virágot. Abban a legtöbben egyetértettek, hogy nem csak Valentin alkalmából kéne szeretetünket kifejeznünk egymásnak, erre az év bármely napján lehetőségünk van.